Sziasztok, üdvözöllek benneteket a Masterplast építő tanácsok sorozatában. Ma is az építőiparral kapcsolatos aktuális problémáról szeretnénk beszélni, tanácsokat adni nektek, aki a segítségem lesz, Csokló Gábor kollégám. Szervusztok! Én pedig Nagy Rihár vagyok. Mai tanácsunk és témánk az arról fog szólni, hogy érdemes-e saját magunknak kivitelezni, vagy inkább válaszunk kivitelezőt, tehát kivitelező versus DIY. Tartsatok velünk! Csoki, manapság sokakban felmerülhet a gondolata, látva a kivitelezői árakat, hogy hát meg tudom én ezt csinálni magam is. Járjuk körbe ezt a kérdést. Mikor éri meg saját magunk kivitelezni, vagy mikor bízunk meg inkább kivitelezőt? Mit látsz? Abszolút rajtunk múlik. Ha tudunk rá időt szánni, van hozzá kedvünk, és tudunk találni olyan részmunkát egy építkezésen, mert azért egy komplex építkezés nyilván önmagunk ne kivitelezzünk, de találunk olyan részmunkát, amit szívesen meg tudunk csinálni, és érzünk magunkba, hogy mondjam, tehetséget, hogy ezt el is tudjuk végezni, akkor azért vannak olyan munkanemek, amit egy ügyeskező ember egy kis utánaolvasással, utánnézéssel gyakorlatilag tényleg meg tud csinálni. Nekem a legutolsó ilyen munka, aminél ezt éreztem magamban ezt a tehetséget, az a laminált parketta lerakása volt, de az viszonylag jól sikerült, és nem is kellett olyan sok anyagot megtanulnom magamévá tennem. Milyen ilyen más munkákat tudsz még, ami ilyesmi lehet? Igazából a gyártók, forgalmazók azért elég sok pénzt költenek fejlesztésre, hogy egyre felhasználó barátabbak legyenek gyakorlatilag a kivitelezési munkák. Ugye a nagy bútoripari áruházláncok bejövetel előtt, ugye nem nagyon képzeltem el volna magamról, hogy én konyhabútort fogok magamnak gyártani, de ugye már vannak lapra szerelt konyhabútorok, de például egy belső ajtó is, hogyha valaki utána néz egy videónak, hogy hogyan kell ezt tenni, vagy esetleg megkérdez valakit az ismerősök közül, aki látott már ilyet, mondjuk egy beltéri ajtót is azért megfelelő precizitással, tehát hozzáteszem, azért a precizitás kell. Igaz, hogy kétszer-háromszor annyi idő alatt, mint egy szakember tenni, de azért be lehet építeni. Az általad említett laminált padló az egy kiváló példa, mert gyakorlatilag ugye ez az elmúlt évek fejlesztései, egy olyan 10 éve már jelen van a piacon, de ezek is egyre méretpontosabbak, egyre felhasználó barátabbak. Ugye már csak klikkes csatlakozása van a parkettának, nem kellenek komolyabb szerszámok hozzá. Itt is egy precizitás kell, követni kell a technológiai utasításokat, de valóban egy-két ember ezt kiválóan otthon le tudja magának rakni. Vannak azért olyan munkák, ami ugye első ránézés egyszerűnek tűnik, de kell hozzá a gyakorlat. Például glettelni, nem glettelnék, mert gyakorlatilag nincsen olyan kezem, nincsen olyan csuklóm, ott azért a festői gyakorlat azért az nagyon kijön. De egy kerítést lefesteni, de azért akár egy alárendeltebb helyiséget, egy spájzot kifesteni, nem kell okvetlenül mesterembert hívni, azt szerintem bárki, akiben van megfelelő bátorság, és azt mondja, az idejét rászállja, meg tudja csinálni. Egy ismerősöm még építkeznek, és ott például az történt, hogy a projekt vége felé már egy kicsikét elfogyott a köles, elfogyott a pénz arra, hogy... A kényszer nagyúr, igen. A kényszer nagyúr alapon, és gyakorlatilag a festésre is kértek egy árajánlatot, és aztán egy olyan árat kaptak, hogy azt mondták, hogy hát most már mi is érezzük magunkban a tehetséget, hogy kifessük a házat, és végül is aztán ki is tudták festeni. Uh-huh. Úgyhogy az is egy ilyen hasonló... Ja, a festés az igen, a letelés azért az nehezebb ügy. Oké, de mi van az olyan munkákkal, mint például a hőszigetelés, mondjuk a homlokzati hőszigetelés? Ott mi lehet? Ott az ember belenyúlhat ebbe egy ilyenbe saját kézzel? Ha semmi építőipari előélete nincsen valakinek, azért óvainteném. Tehát azért, ha már mondjuk valaki egy hétvégi házat, ha nem is abban a minőségben, mint amit elvárna egy mesterembertől, de már egy hétvégi házat 10 évvel ezelőtt valakivel, vagy a szomszéddal már épített, vagy elment már kisegítő munkásnak, a barátnak az építkezésére. Tehát egy kicsit már megszagolta. Tehát nem csak videóból nézi, hanem azért tudja is az, hogy milyen egész nap az állványon állni. Akkor azt mondom, hogy utánaolvasással bele lehet vágni, de például a színezés, a glettelés az megint egy olyan munkafolyamat a homlokzati hőszigetőrendszer készítésnek, ami az nem csak az, hogy nagy gyakorlat kell, hanem összeszokott csapat is. Tehát ott egy ember nem ember, ugye szokták mondani az építőiparban, hogy egy ács, nem ács, két ács, fél ács, három ács, egy ács. Ez a homlokzati hőszigetelésre is igaz, tehát még a hőszigető lapokat fel lehet ragasztani egy embernek,
de már a gletelés hálózás ott az már egyrészt ott már gyakorlatnak kell lenni, színezni meg egy ember nem tud, mert gyakorlatilag akkor foltos, tócos lesz a vakolat, oda már csapat kell. Egyedül nem fog tudni megbirkózni ezzel a kérdéssel. Ami még nekem ilyen vonzónak tűnik, hogy ami úgy csábítaná, egy kicsit csábítaná az embereket arra, hogy maguk is akár kiviteleznék, az a száraz építészet, a gipszkarton falaknak a kivitelezése. Ezzel kapcsolatban mit gondolsz? Igen, azt abszolút jó megközelítés, tehát azt meg lehet csinálni DIY-ba barátokkal, viszont a munka mennyisége nehogy rosszul mérjük fel a saját erőnket, erőforrásunkat, mert ha tényleg csak egy válaszfalat kell megépíteni, azt mondom, hogy akkor nézzenek utána az emberek, és bátorsággal vágjanak bele, de az egész ház, az egész lakásnak a száraz építészetét összerakni, egészen el fog fogyni. Tehát aki nincsen benne, el fog fogyni, nem fogja azt a minőséget készíteni magának, mint amit a mesterembertől elvárna, tehát lehet, hogy utólag megbánja. Kisebb munkákat azt mondom, hogy igen, egy válaszfalat igen, de az egész házat ne vállalja magára, el fog fogyni. És ez egy maratoni challenge lehet, egy igen, maratoni kihívás. Igen, lehet, hogy ez túl nagy hegy. Értem. Jó. Tehát mindenkinek, aki kacérkodik a gondolattal, hogy maga végezzen el egy építőipari munkát, azt tudjuk mondani, hogy van olyan munkatípus, van olyan dolog, aminek bátran neki lehet állni, ilyen lehet egy laminált parkettázás, vagy egy kisebb méretű, kisebb mennyiségű szárazépítészeti munka, de bizony az olyan szakmunkák, mint például a homozati hőszigetelésnek a vakolása, a glettelési munkák, ahol nagyon kell az, hogy a kivitelező kezében benne legyen az a tapasztalat, hogy egy szép felületet tudjon megcsinálni, ott már nagyon ajánljuk azt, hogy egy kivitelező végeztessétek el a munkát. Ennyit erről a mai témáról, a mai felvetésről. Várjuk tőletek a következő adásainkhoz is a témajavaslatokat, ötleteket, kérdéseket, felvetéseket. Küldjétek el nekünk a masterplus@masterplus.hu-ra. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!